a latin kondi, ez egy pár nélküli mozgástréning. Pár nélküli, ez nagyon jó, és igazából azért alakult ki, mert hát társastánc tanfolyamainkon nagyon sok szóló hölgy volt, és hát igazából nekik találtuk ki ezt a mozgásfajtát. Eleinte csak hölgyek, majd később urak is csatlakoztak, hiszen lépéseket, férfi és női lépéseket is egyaránt tanítunk, és hát igazából mindenki más céllal jár az órára, és az nagyon jó. Valaki csak a társaság kedvéért jön, valaki azért jön, mert imádja a zenét, akar valamit mozogni, vagy csak heti egyszer elugorjon valahová, ahol mozoghat. Valaki viszont komolyabban gondolja, hetente többször is eljár, meg is akarja tanulni, esetleg tanítani is szeretné, vagy pedig fellépésekre, vagy ilyen komolyabb dolgokba gondolkodik. Hogyan találtad ki a latin kondit? Igazából ezt nem lehet kitalálni, szerintem. Az ember foglalkozik valamivel folytonosan, vagy folyamatosan, és az apró tapasztalgatások folyamatában áll össze egy rendszer, vagy kezdi megérteni, mi miért van. És akkor utána jön az a másik olvasott a dolognak, hogy erre más mennyire vevő. Engem az motivál, hogy a tükörben végül is mindenkinek tetszen saját maga. Tehát tetszen az, amit éppen csinál, hogy lássam az arcukon azt, hogy tök jó, megértették, meg tudom csinálni. Lehet, hogy még nem pont olyan, de tök jó csinálni. Sok olyan információ adódik számomra, akár csak mozgásról, tartásról, helyzetekről, aminek mondjuk úgy, hogy az eddigi tanulmányok meg a tapasztalatok folyamán látszódnak, hogy mit, tehát egy csomó dolgot takar, aminek én nem kezdek ott vagy helyre rakni, vagy irányokat módosítani, ismerve azt, hogy milyen reumatológiai panaszokat fog okozni, vagy mivel jár. Az egész oktatási módozat azért mégis preventív megtekinthető, de bizonyos dolgok biztosan nem következne be az életébe, ami egyébként várható lenne. A gyógyászati oldalát azt inkább a lassabb mozgásoknál lehet jobban megéreztetni azokkal, akiket ez érdekel, hogyha különböző bántalmaik, illetve fáj a nyak, fáj a lapocka, fáj a kar, erre mind nyújthat megoldást az, hogyha valaki a lassabb mozdulatokat megpróbálja precízen tükör előtt úgy kivitelezni, hogy valaki segíti őket.